30 darab nagy formátumú fénykép és képeslap mutatja be Dunaszerdahely egykori ikonikus épületeit, valamint pillanatképek láthatóak a mai dunaszerdahelyi mindennapokból. A szabadtéri tárlat utazásra invitálja a járókelőket, hogy a tőzsgyökeres dunaszerdahelyek a régi képek segítségével nosztalgiázzanak, valamint felfigyeljenek a városban látható változásra és fejlődésre. Nagyon sokan sétálnak erre, nem csak a dunaszerdahelyiek, hanem sok turista is érkezik ilyenkor a városba, úgyhogy színesebbé szerettük volna tenni a sétánt. Egy kicsit álljanak meg ebben a rohanó világban, kicsit nézzék meg, hogy milyen volt az a régi városunk is, mennyi szép épület volt, amit sajnos aztán ugye tudjuk, hogy a szocializmus éveiben leromboltak, és a mostani képeket is, amelyeket Gyula barátom készített, hogy valóban milyen fejlődésen ment keresztül Dunaszerdahely városa, mik azok a értékek, amiket meg tudunk látni. És nem csak az épületekben, hanem ugye emberábrázolások is, portrék is vannak, életképek is találhatók ezeken a fényképeken. A régi képeslapok Karafa Attila alpolgármester magángyűjteményéből származnak, a mai Dunaszerdahelyt bemutató fényképeket pedig Nagy Gyula, a Városi Televízió munkatársa készítette. A kiállítás nem csak kulturális élmény nyújt, hanem jótékonysági célt is szolgál. Elkészítettük ezeknek a képeknek a kicsinyített mását is, egy valódi képeslapra, tehát úgy tervezték meg grafikailag, hogy ezek postán feladhatóak, és a befolyt összegből majd a Dunaszerdahelyi Kórház gyermekosztályát szeretnénk majd támogatni. A Bartók Béla sétányon a kiállítás augusztus végéig tekinthető meg. A tárlat folytatását jövőre tervezik a Városi Művelődési Központ előtt. Az elképzelések szerint emellett novemberben Karafa Attila képeslapgyűjteményéből Szerdahelyi szemmel címmel nyílik majd kiállítás a Csallóközi Múzeumban.